Köszöntöm a kedves nézőket! Együttműködési megállapodást kötött a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Hogy miben is áll ez a szorosabb kapcsolat, megtudhatják az Esti Mérlekből. Maradjanak velünk! Az együttműködési megállapodást az Országházban kötötte meg a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Az eseményen Kövér László, az országgyűlés elnöke mondott elsőként beszédet. Tavaly Magyarországon a Rákóczi Szövetség azért állt a Minority Safe Pack elnevezésű, az őshonos európai nemzeti közösség védelme érdekében indított európai polgári kezdeményezés mellé, és azért gyűjtött össze hazánkban több mint 600 ezer támogató aláírást, hogy az Európai Unió vezetése végre törlessze adósságát nem csak a külhonban élő 3 millió magyarral, de a többi egyéb őshonos európai nemzeti közösség tagjaival szemben is. A Rákóczi Szövetség a magyar nemzetpolitika területén a legtekintélyesebb társadalmi szervezet, taglétszáma a külhoni magyar tagokkal együtt meghaladja a 25 ezer főt. A Kárpát-medencében 515 helyi szervezetük van, köztük 288 középiskolai, 37 egyetemi és 190 települési. Csak tavaly több mint 1200-an csatlakoztak a szövetséghez, átlag életkoruk alig érte el a 22 évet. A szövetség központi szervezete által tavaly megvalósított 78 program csaknem 80 ezer magyar fiatalt érintett. A Rákóczi Szövetség tavaly több mint 100 millió forintot fordított magyar iskola választási programjára, amelynek sikeréért több mint 100 önkéntes dolgozott Kárpát-medence szerte. A statisztikai mutatók visszaigazolják a munka eredményét, a Kárpát-medencében a külhoni magyar óvodák és iskolák honzereje növekvőben van, és mindez erőt adhat mindenkinek a munka folytatásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mostani együttműködési megállapodás másik aláírója a Megyei Jogú Városok Szövetsége, vagyis a legnagyobb, legerősebb magyarországi településeket képviselő szervezet. Nekik köszönhetően, önöknek köszönhetően és az önök mögött álló választópolgároknak köszönhetően a nemzeti összetartozás és szolidaritás egy új erőforrást kap Magyarországon. A szerződés aláírásával megyei jogú városaink, önök, mint városvezetők azt vállalják, hogy anyagi és egyéb lehetőségeikhez mérten minden segítséget, támogatást megadnak a Rákóczi Szövetségnek ahhoz, hogy folytassa a külhonban a magyar iskola választási programot, és folytassa Magyarországon azt a munkát, amely révén magyar fiatalok százezrei vonultak be a határokon átívelő nemzeti összetartozás élményébe. A Megyei Jogú Városok Szövetsége korábban is igyekezett segítséget nyújtani ott, ahol a legjobb volt a szükség külhoni nemzettársaink körében. 2016-ban a 23 városvezetői megállapodtak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai magyar gyermekvédelmi intézmények és kórházak támogatásában. Ezúttal is köszönöm minden városnak nem csak a pénzügyi támogatást, hanem azt a szeretetet is, amelyel adományaikat adták. A Rákóczi Szövetségnek, amelynek elsődleges célja, hogy a határon túli magyarok magyar nyelvű óvodába és iskolába írassák be gyermekeiket, már évek óta van kapcsolata a Megyei Jogú Városok Szövetségével. A mostani megállapodás még szorosabbra fűzi a szálakat. Bár 100 évvel ezelőtt lehetett országrészek közé határt húzni, az viszont a mi felelősségünk, hogy nemzettestvéreink közé ne lehessen sohasem. Ezért az elmúlt években a kormányzati intézkedések mellett mi, nagyvárosi vezetők is fokozatosan kerestük és építettük azokat az utakat és módokat, amelyekkel érdemi segítséget tudunk nyújtani a határonkon kívül élő magyaroknak. Évszázados mulasztás után első lépéseink a tűzoltáson. Élelmet, gyógyszert és tüzelőt vettünk és vittünk a bajba levő magyaroknak határon túlra, így Kárpátaljára is. Később azonban már az oktatás ügy felkarulására is volt előnk. Elnök úr által is említett összefogásunk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal, de meg kell említsem, hisz szintén elnök úr jelenlétében írtuk alá a Katolikus Karitasszal kötendő megállapodásunkat, és az elmúlt 2 évben pedig az Ökumenikus Segélyszervezettel dolgoztunk együtt, szintén Kárpátalján. Kárpátaljára vittük a segítséget. És most egy újabb együttműködési megállapodást kötünk még pedig Rákóczi Szövetséggel. Kedves Jóska bátyám, tisztelt elnök úr, hálásan köszönöm valamennyiünk nevében azt, hogy nem hagytál bennünket békén. Hálásan köszönöm azt, hogyha kellett, akkor naponta telefonáltál, hogy is állunk már annak az ügynek a támogatásával, amit felvállalt a Rákóczi Szövetség. Örömmel jelentem, hogy most itt vagyunk,
Lehet, hogy kicsit késve, és korábban is jöhetünk volna, de tiszta szívvel, tiszta erővel és eltökéltséggel, hogy az, amit te megalapoztál új elnök vezetésével, amit eddig is sikerrel vittél, ott még inkább több és még több eredményt tudjunk elérni. Azzal a szövetséggel, tisztelt hölgyeim és uraim, azzal a szervezettel, amely akkor is végezte a misszióját, amikor az állami politika még kimondottan ellene dolgozott. Azzal a Rákóczi Szövetséggel, amely az évtizedek alatt igazi mozgalommá nőtte ki magát, és amelynek erejét nem pusztán elkötelezett és tiszta lelkű vezetői adják, hanem az a csaknem 25 ezer honfitársunk is, aki megértette Szabó Dezső üzenetét, mely szerint minden magyar felelős minden magyarért. Igen, most együttműködési szerződést kötünk a külhoni magyar iskolaválasztás és a Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatok erősítése érdekében. Tisztelt elnök urak! A hazai nagyvárosok és a Rákóczi Szövetség most arra szövetkezik, hogy megtalálja a leghatékonyabb módját a segítségnek, és a megnövekedett lehetőségekkel okosan élve szolgálja a jövőben a magyar megmaradás és a nemzeti válás ügyét. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medence szerte több mint 300 középiskolai szervezete közül nagyon sok több tucat a mi városaink középiskolái közé tartozik és kötődik, így érzelmileg is még inkább kötődünk a programhoz és annak sikeréhez. A Rákóczi Szövetség számára fontos a szoros együttműködés a Megyei Jogú Városok Szövetségével, hiszen a célok megvalósításához anyagi támogatásra is szükség van. A Rákóczi Szövetség tevékenységének fókusza a külhoni magyar családok magyar iskola választására és a kárpát-medencei középiskolás ifjúság minél sokoldalú megszólítására irányul. A magyar iskolaválasztási program 2004 óta köszönhetően az ügy mögött felsorakozó támogatóknak, elsősorban a magyarországi önkormányzatoknak, köztük a megyei jogú városoknak folyamatosan bővülhetett és fejthetett ki egyre hatékonyabb befolyást. A felvidéken indult program ma már a teljes felvidék mellett Kárpátalja és Délvidék egészét érinti, illetve Erdély és Partium területének jó részét. Háló Istennek, Székelyföldön a program bevezetése nem indokolt. Folyamatosan igyekszünk az újszülötteket, az óvodásokat szüleikkel együtt megszólítani és megajándékozni, annak érdekében, hogy amikor az iskolaválasztásra kerül sor, jó döntést hozzanak, érezzék azt, hogy nem közömbös a magyarországi társadalom számára az az egyszeri és megismételhetetlen döntés, ami a magyar iskolát jelenti. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a külhoni területeken az iskolaválasztáson múlik, hogy magyar gyermekből magyar felnőtt lesz-e. Az elmúlt hetekben lezajlott beiratkozások során több mint 8000 kislányt és kisfiút ajándékoztunk meg iskolatáskával, ezzel is megköszönve szüleik felelős döntését. A szeptemberi tanévkezdést követően szeretnénk támogatóinkkal együtt, így a jelenlévő megyei jogú városok képviselőivel is több száz kárpát-medencei helyszínen átadni a magyar összefogást elképező ösztöndíjunkat azoknak a családoknak, akik kiálltak magyarságukért, akkor is, amikor a jövőjükről, vagyis a gyermekükről döntöttek. Ezt a munkát, amely a szürke hétköznapok apró munkáját jelenti, számos kárpát-medencei elkötelezett, szorgos magyar ember hálózata segíti önzetlenül, köztük óvónők, tanítók, egyházi személyek, településvezetők és sokan mások. A program elmúlt másfél évtizedének eredményeit illetően elmondható, hogy a felvidéken magyarnak tekinthető gyermekeknek ma már nem 75-80, hanem mintegy 90%-át íratják a szülei magyar iskolába. Kárpátalján folyamatosan nő a magyar iskolát választók száma, köszönhetően annak is, hogy az ukrán és ruszin szülők is jó döntésnek érzik a magyar iskola választást. Erdély és Délvidék vonatkozásában is számos pozitív eredmény mutatható fel. Azt gondoljuk fontos megerősíteni magyarságukban azokat a szülőket is, akiknél nem kérdés, hogy magyar iskolát választanak-e, és legalább ennyire indokolt a döntésükben bizonytalan családokat, akár vegyes házasságban élő családokat meggyőzni, hogy nem csak a közösség, hanem az egyén szempontjából is a leghelyesebb döntés külhonban, ha magyar iskolát választanak, hiszen a magyar iskola több lettudást, több nyelvet, több kultúrát, nagyobb érvényesülést jelent.
Szövetségünk nem csak kérni szeretne a megyei jogú városoktól, hanem szeretnénk felajánlani szorosabb együttműködésünket abban, hogy a középiskolás fiatalokat és tanáraikat minél sokoldalúban megszólítsuk. Szervezetünk jelenleg mintegy 300 kárpát-medencei középiskolában működtet ifjúsági szervezeteket, csoportokat. Ezek közül 60 intézmény, 4000 diákja kötődik valamelyik megyei jogú városhoz. Szövetségünk évi 70 rendezvényének jelentős része a középiskolás ifjúságot célozza meg. Ezek között nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó diákutaztatási programok, vetélkedők, középiskolás vezetői fórumok, hétvégi regionális kirándulások, nyári diák és tanártáborok és számos olyan pályázati lehetőség áll rendelkezésre ezen iskoláknak, amelyek az adott települések középiskoláinak helyi kezdeményezéseit támogatják. Meggyőződésünk, hogy a középiskolás korban alakul ki az identitásnak és a kapcsolatrendszernek egy jelentős része. Éppen ezért a Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az évente több mint 100 000 embert elérő programjai minél több fiatalnak teremtsenek lehetőséget. Arra szeretnénk törekedni, hogy az a formai együttműködési megállapodás, amit ma a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Rákóczi Szövetség aláír, a jövőben minél több konkrét tartalommal tudjuk megtölteni, mind a magyar iskolaválasztási program, mind a középiskolásokat megszólító lehetőségek terén. Azt az utat, amelyet Hajc József elnök úr kitaposott a Rákóczi Szövetség számára, szeretnénk tovább járni, bízva abban, amit második Rákóczi Ferenc mondott, hogy Isten nem hagyja el a jó ügyet. Székesfehérvár már hosszú ideje együttműködik a Rákóczi Szövetséggel. Rákóczi Szövetség alapvetően azzal foglalkozik, hogy határon túli magyarok, ha lehet, akkor magyar nyelvű óvodába, iskolába írassák be a saját gyermeküket. Ez különösen azokban a szórványi területeken fontos, ahol nyilván ez azt is jelenti, hogy a magyarság fennmaradhat saját kultúrájában, saját nyelvében. A Rákóczi Szövetséggel hosszú évek óta vannak a városoknak különböző közös programjaik, van egy létező együttműködés, de ezt most szövetségi szintre emeltük. Tehát a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége kötött most így ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodást. Ezt a tevékenységét fogjuk a Rákóczi Szövetségnek segíteni, támogatni. Természetesen azzal, hogy ki ezen belül a saját tartalmát maga állapítja meg, maga állapodik meg a Rákóczi Szövetséggel. Fehérvárnak valóban hosszú évek óta van egy együttműködése a Rákóczi Szövetséggel. Ez kiterjed az alaptevékenységre a szövetség esetében, de kiterjed olyan sokak által ismert programok esetére is, mint amilyen például a Királyi Napok, hiszen a Királyi Napok rendezvénysorozaton belül tavaly egy közel egyhetes táborban a Rákóczi Szövetség mindegy 60 fiatalt hozott, határon túli magyar fiatalról van szó Székesfehérvárra. Ők egy hétig jól érezték magukat, otthon érezték magukat, egy tábor jelleggel Székesfehérváron, közben pedig segítettek nekünk a Királyi Napok lebonyolításába, mondjuk, hogy ők önkénteskedtek, és emellett pedig részt vettek a koronázási szertartásjátékba is. Magyarul kerestük azt a kapocsot, ami összeköt bennünket határon túli magyar testvéreinkkel, nem elfelejtve, hogy Székesfehérvár, mint a nemzettörténelmi fővárosa ezen a területen is egy különleges felelősséggel bír. Ennek a felelősségnek azt gondolom, hogy nagyon szép megnyilvánulása, hogy Fehérvár is most a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül egy átfogó megállapodást kötött a Rákóczi Szövetséggel. Ez a megállapodás jelentheti azt is, hogy akkor Székesfehérvárról diákok kilátogathatnak határainkon túlra, és ott részt vettek akár az iskolai oktatásban, megnézhetik az ottani életet? Igen, ez az együttműködés, ez egy kölcsönös együttműködés, és alapvetően azt szolgálja, hogy határon túli magyar barátaink, testvéreink és gyermekeik jöjjenek minél többet mondjuk Székesfehérvárra, de azt is lehetővé teszi, hogy fehérmegyei, fehérvári diákok pedig a határon túli magyar területekre látogathassanak. Létezik erre már állami program, ezt nagyon szeretik egyébként az iskolák és a diákok is, hiszen több napon keresztül nagyon szép, mondjuk így gyönyörű helyeken megfordulóan, nagyon izgalmas, érdekes programokon vehetnek részt. Tanéven belül, tanév keretein belül egyfajta plusz kirándulási lehetőségként, ezt a diákok azért nyilván szokták szeretni, tehát ez a kölcsönösség most ebben a megállapodásban is rögzítésre kerül. Alapvetően így azt gondolom, hogy tényleg a magyar fiatalok oda-vissza egymást is meg ismerve, egymásra is kapcsolatot építve, azon, hogy gyönyörű helyekre juthatnak el, és ilyen gyönyörű hely Székesfehérvár is, ahova pedig várjuk nagy szeretettel a határon túlról érkező magyar fiatalokat.
Kedves nézőink, az esti mérleget látták, köszönjük figyelmüket, holnap újabb témával várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!